Üdvözlöm mindenkinek! Rég volt már hétköznapi videó, nem igaz? Most lesz egy, de valószínűleg nem 3-4 órás, mert csak délizünk egyet, tartson ameddig tart. És a robottal rég voltunk már, úgyhogy legyünk a robottal. Nem csak, hogy robottal voltunk rég, de én egész régen szfelankiztam, úgyhogy ez egy nagyszerű jel szerintem a továbbiakra. Amikor játszottam is mostanában, akkor sem ment különösebben jól. A hozzáállásunk most lehet, hogy kicsit más lesz, ugye a közelmúltban kijelentettem, hogy szeretnék egy párszor nyerni. Úgyhogy a boltos baszogatást az háttérbe szorul, viszont ez mégiscsak a daily, ahol mégiscsak az a cél, hogy a lehető legtöbb zsozsor legyen. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit másképp fogok ezt hozzáállni, de még nem döntöttem el. Ha van pénzünk, akkor valószínűleg vásárolunk. Tehát még egy egész szép dobás volt, ami már is helyreállította egy picurit az önbizalmamat, mondjuk ti a videó hosszában már valószínűleg tudjátok is, hogy milyen hamar murdálok meg. Valószínűleg, ha tippelnek én, aztán valahol a dzsungelben. Reméljük, hogy ez nem az önbeteljesítő profécia kategória. Mondja ezt, nem tudom még, hogy már a bánya második szintjén meghal. Ugye? Szerencsére könnyen és erőforrás igénybevétel nélkül vissza tudunk jutni, ami megnyugtató, hogy gyere Bodri. A Bodrinától, de természetesen Bodri nagyon szeret menni. Ki ne szeretne azzal menni, aki az effektív az elpusztítására tör. És ládák kinyitására is használja. Bodri a dolgod az lett, hogy ezt a pókot kinyírt, de látom ezt nem tetted meg. Gyerünk! Tovább. Szóval baromi lassan, de kitakarítottuk az első szintet. Anyagilag talán nem kárpótolt minket annyira ez, mint tehette volna. Valahol itt lesz a kulcs is, mert megláttam a ládát. Úgyhogy ezt a követ nem is hozom magammal, mert úgyis ezt a ládát fogjuk cipelni. Milyen nevér? Nesze. De nevérek nagyon szeretnek érezni, hogy a robot rájöz ugrik. Ezt onnan tudom, hogy rengeteg denevér van az ismerőseink között. Ezen sikerült megtalálni a kulcsot, sikerült követni a ládát, sikerült felszedni még több pénzt, sikerült tovább menni. Ennyi minden sikerült nekünk egyszerre, igazán elégedettek lehetek magunk. Hoho. Megijedtem, hogy felidegesítettem véletlenül a boltost. És most jól vásárolok. Köpenye remek item. A különböző cipőket is rendkívül nagyra szoktam értékelni. Itt pedig most el kell, hogy pazaroljunk egy kötelet, ha biztosra szeretnék menni. Már pedig biztosra szeretnék menni. Ez pedig megér egy bombát nekem, mert némi pénzre most igazán szükség lenne. Olyannyira, hogy lehet, hogy akarok én szellemezni? Nem, mert itt bejövök és hogy jöjjek ki. Hát is meg lehet oldani. Nem biztos, hogy jó ötlet a jelenlegi. Ó, szia Bodri! Azért már simán megérte átjönnöm ide. Szóval ez a nagy kérdés, akarok-e szellemmel szarozni, ebből 10 000-et csináljuk. Hát ha tényleg jó fej akarok lenni, és mondjuk a fekete piacon is akarok gyilkolászni, akkor kell lenni fog a pénz. Reméljük, hogy ez egy átgondolt elképzelés, legyünk őszintén biztos, hogy nem az. De megpróbáljuk. Úgyhogy a türelem szellemet terem. Ami ilyenkor egy cseppet idegesítő persze, hogy várni kell, mint a hülye arra, hogy megjön a szellem. De hát várunk! A nagy szellemek, ha találkoznak, az időigényes. Biztos találkozott egy nagy szellemmel, az a nagy szellem, és elkezdtük beszélgetni, és ott tartsuk, és azért nem ér el arra, hogy ide jöjjön, és nagyjárul nagy szellemességeket osztanak meg éppen egymással. Na végre itt van. Szia! Hogy vagy ezen a varázslatosan szép napon? Köszi, hogy gyártottál nekem egy-két gyémántot. Azt köszönném meg, ha lekopnál. Látom, hogy tényleg is egész jó munkát végeztél. Köszi.
6 életerő, 13.300 dollár, 3 kötél, 3 bomba, köpeny, szöges cipő és ugrócipő, szerintem ez egy nagyszerű felállás. Az óriás pók halom az nem nagyszerű felállás, mindig sok bombánk, ezért nem fogok velük foglalkozni. Lenne sok bombám, akkor más lenne a helyzet, de egyelőre nem, hogy bomba nem nagyon volt, de még lehetőség sem lenne bombaszerzésre, úgy vettem észre. Szóval rengeteg az arany. Itt ott, ott elszórva. És mert ennyi életerünk van, én rendkívül megfontolnám Bodri drágának a feláldozását, csak azt meg kell ugye találni. A szegény, hoppá, de végezem talált el. Itt pedig az óriás pók elszabadult. Itt a pici pók fog elszabadulni. Ebben van valami. Valami bolt, aztán a kő szétlapította. Dur. Hát itt fent, ha jól látom, továbbra is csak óriás pókok vannak. Oké. Te tűnj innen. Nem ér annyit, hogy 1500 arany, hogy potenciálisan elveszítsék egy életerőt. Mondom, óvatosan játszom. Oh. Erre majdnem elcseszem ezt az ugrást, ami... potenciálisan egy értékes életerő elvesztésével is járhatott volna. Jól lehet tudni, hol van Bodri, de ezt továbbra sem tudjuk. Ha nagyon lent van, akkor nem fogok visszamászni, feláldozzam, akkor fogjuk mondani, ezt megmentjük. Na, itt az ajtó mellett. Szerencséd van, Bodri, ennyire még a Bodrinától se türelmes. Egy kicsit veszélyes ugrás lesz itt, ez természetesen nyilvánvaló, de a köpennyel tudunk lebegni, a halálra, tiskére meg rá lehet lebegni. Életveszélyben nem voltunk. Viszont ezzel van egy hetedik életerünk is most már, ami nagyszerű. Szerintem ez ezen a régi Spelunkyból van, de nem vagyok benne biztos, mert azt nagyon keveset játszottam és nagyon régen. Nagyobb terveim voltak azzal a kővel. Itt ez a mocsadék nyitcsapdának a az eltávolításához is jól jött volna, de akkor majd így. De most vagy arra áldozok fel egy kötelet, hogy visszaszerezzem a követ, amivel aktiválom a nyílcsapdát, vagy arra használom fel a kötelet, hogy aktiváljam a nyílcsapdát, szerintetek melyik egyszerűbb? Mert szerintem ez. Bodri van a boltban. Szerintem én nem kell csak angolosan távolni. Jelöl van ugrócipőnk, mert így innen ki tudunk jönni egy kötél használata nélkül. Itt egyszerűen csak átrohanunk, és megyünk a felébe. Ó, ott volt egy smaragd, azt talán érdemes lett volna felszednem. Viszont eljutottunk a dzsungelbe. Ó, Dead or Restless, nagyszerű ingyen shotgun. A játék úgy látszik, hogy akar ritalmazni azért, hogy nem vagyok boltos gyilkos. Jó lenne tudni persze, hogy fogunk-e mi még valahol itt valaha bombát találni, mert ez elég hasznos tud lenni. Na, ő oda beszorult, ez egy zombi, ezt kilapítjuk. Ezt lehet, hogy el fogom majd lopni, és még biztos, hogy nem, de a későbbiekben lehetséges, hogy ilyen szemétségbe vetemedek, és megidézek egy újabb szalonát. De az előrébb van. Ugorj már fel! Haze! Robotka! Bodrinától. Oh, az a bomba. Egyszerűen nem csinált semmi csúnyát, pedig csinált ott van elég sok csúnyaságot. Ott a shotgun. Itt pedig ez. Amit nem tudok szerintem kinyitni. Biztonságosan. Minden esetre. Hoppácska. Gyere közelebb. Gyere, akkor biztos, hogy valami sem csinálsz. Megszereztem a hőnehidott fegyvert. Itt kilapítom. Visszajövök erre. Ezt összeszedem, mert ingyen van. Mindjárt megmentem Bodrit. Kilapítom. Ezt
is. Lerakom a shotgunt, megnézem mi van itt fent. Ez visszasírt egy Baudrier. Mert azt mondod, hogy vagy... Jó, ez mázli volt. Ez simán megérdemeltem, majd ezzel találjam. Szóval igen, majd olyan sonda gyanúm, hogy abszolút hamarabb fog jönni a szellem, mint én szeretném. És hülye vagyok, mert így nem tudom, hogy fogok visszamenni a shotgunért. Hát most meg vissza tudod. Jó, ott te oda lemész, kész. $5000 annak a csontváznak a koponyája, vagy a nem a koponyája, a koronája. De szüksége van erre a pár bombára jelenlás szerint. Be tudok venni 3-at, tök jó. Még azt jelenti, hogy ezt a bevásárlást egyából tudom is finanszírozni abból a koponyára. Koronából, mi van velem? És jön a szellem. Csináljunk óriási hülyeséget. Nem tudom. Van rá vágyam. Jó, ez kicsit közelebb, amit szerettem. Figyeljünk, hagyjuk a fenébe. Még visszamehetünk volna a szoborérbe. Annyit nem ér. Hát jaj, nyom a fekete piacot is a fenében, nem találom meg most. Annyi, mondom, elsősorban nyerni szeretnék. Itt pittyeg valahol már most. Ezt megjegyzem. Plusz egy rubint réka. Elég aktívan pittyeg. Oh, víz alatti kígyó. Első sebzésünk a játékban, de mégis már 7 éve terünk, úgyhogy egy rosszul sem szólhatok. Továbbra sem tudom, hol a fekete piac, ami most annyira nem érdekel. Nem leszünk ott, nem leszünk ott, ez van. Árazó asztal, lehet, hogy ide Baudrit elcsétáltatom. Főleg így, hogy felszorok a fekete piacra, ez egy extra opció. Még inkább opció, mondjuk így. Ugye ez a feladat elég sok bombámba kerül. A Baudry szerencsére robbant fel. Így azt mondom, szorunk mi a fekete piacra jelen lesz, mint legalábbis biztosan. Kapunk egy cseszett szemüveget, de jó nekünk. Ezt nem gondoltam itt el. Nem csak, hogy nem gondoltam át, de nem is csináltam jó valami, lehetőleg az a kombináció. Ezt a hullát nem áldozom fel, nem ér annyit, hogy itt át sétálva kivégyem magam. Ha valami mit isten bele ütköznék a fekete piacba, akkor oda megyek, egyébként szalok rá. Igen, mondjuk valami csak bombám rá, hogy meg oda menjek. De onnan azt meg kell találni. Momentán nem tudik úgy, mintha opció lenne, úgyhogy azt mondom, tegyünk a fekete piacra, és menjünk tovább. Jobb. Fantasztikus pénzszerzési lehetőséget pillantottam meg itt. Jobb, mint amikor a nigériai hercegek írnak, hogy hatalmas összeget örökölnek, és szeretnének nekem részesedést adni belőle. Bár azok se rosszak. Egész vagyonra tettem szertatokból, mert mindenkinek ajánlom, hogy fizesse be a kezdeti összeget, mert hatalmas, elmondhatatlan vagyonok várnak rájuk. Már csak ezért is tudom csinálni ezeket a videókat, mert pénzügyileg teljes nyugalomban lehetek. Sokan sikerül bedobni a vízbe. Figyelszem, ki kell szednem az őkütős ember. Fogságából. Meg ez ugyanez vonatkozik, azt hiszem Baudryra is. Nem, Baudry a faló túl van. Á, nem tudok ráugrani a vízbe, de hülye vagyok. És egyébként nem is bántott volna az a legszomorúbb az egészben. Levegjünk szépen lassan. Te pusztulj el. Nem a rendes csontrádot szeretném, hanem az aranyat. Nem a rendes koponyát, hanem az aranyat. És menjünk tovább. Ez az utolsó dzsungel szint, ami most következik. Igaz? Igaz. Egy iránytűért, de kérdés megadatik.
Jöjjj. Denevér, halálos veszélyes denevér. Még egy ugrócipő, egy is elég volt, de köszi. A gesztust értékelem. Majom! Hülye majom! Ezt majdnem nagyon megszívtuk. Azt hittem, ebből sem tudom, hogy fogom a shotgunomat szerezni, akkor a tök fejtől mondjuk. Ha megfordul, szarva vagy. Ne fordulj meg, nem fordultál meg. Köszi. Majom nagyon megszívathatott volna, minket szerencsére csak kicsit tette. Újabb ugrócipő, az egy újabb óriás... Áááá, beleugrott... Koncentráljunk. A húsevő növénynél van a shotgun. Ez kellemetlen, de a kellemetlenséget sikeresen megoldoztuk. A húsevő növény megette a skorpiót. Jó, ez egy kicsit veszélyes volt, de megúsztuk. Mehetünk tovább. A következő szintre, ami már a jégvilágba tartozik. Mondom, még egyszerűen nyerni szeretnék, teszek mindenre, és csak megyek. Lehetőleg hát lebegek. Ennyire könnyen és olcsón megszerezhető finomságokra azért nem teszek. Ott van Bodri. Kötelet megér. Ér, nem arra célzok, hogy fel akarom akasztani szegény, ne értsetek félre. Ha Bodrinátor vagyok, hanem azért ennyire én sem vagyok kegyetlen. A szöges cipő egyébként extra hasznos ezeken a szintekén résznek, különben nem lehet a yetikre ráugrani, hogy elájuljanak. Másrészt meg nem csúszkálsz a jégen. Mind a kettő elég hasznos. Ó! Jazz muzsika és yeti király. Tehát a Lali király az yeti ügyből. Szia! Köszi az ingyen cuccokat, amik már megvoltak, ugyan, de a gesztust értékelem. Na jó, Bodri, te... Mégis egy bombáért itt lakozni, amit érsz. Egy kis szaladgálást itt a... Hoppá, elcsúszott a bomba, szó szerint. Ezt illene tudnom megcsinálni azért, nem nehéz. Ja, ha látjátok, nem alok meg. De most baromra tegek az életemért. De megúsztuk. Jó. Valahol yeti hullák közt, igen, találjuk meg a shotgunt, és menjünk tovább. Mielőtt valami extra nagy hülyeséget csinálnék. Nagyszerű, 1000 méteren járunk most már. Mondd, hogy oxigénmaszk kell, de lefelé haladunk meg 1 kilométernél, úgyse kell még oxigénmaszk, ugye? Ez ingyen volt, ezt a térül lehet még megszerezni. Nem lesz túl sok pénzünk, ezzel tisztában vagyok, de mondom, de szeretnék egy kicsit eredményes lenni. Néha ilyen se árt nekem. Legalábbis feltételezem, mert olyan ritkán történnék meg, hogy nem nagyon tudjunk ártalmassági vizsgálatokat végezni a dologról. Úristen, mennyi robbanás. Lassan lebegjünk le. A földön kívüli, zuhanjunk együtt. És ezzel megérkeztünk a templomba elvileg. Illetve hát én templomnak nevezem, de mindenki valójában KDMP a szint sorozat neve. Teljesen jó okkal. És maga semmilyen zsolt készítette el ezt a pályos sorozatot. Na, hát az te ne legyél ott, ahol te most vagy. Te ne létezz, kérlek. Anubis, rád nem volt senki se kíváncsi ma. Főleg úgy, hogy nincs izeink. Hát én megpróbáltam, bassza meg. Szóval nem szereztem sok pénzt, de jó messzire eljutottam, és én ezzel elégedett vagyok, innen folytatjuk legközelebb.